A parlamentben írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és az Alkalköfém Kft. Vezérigazgatója a stratégiai megállapodást. Az évente 160 milliárd forint bevétellel büszkélkedő cég vezetője úgy véli, ez egy bizalmi megállapodás, mely lehetővé teszi a vállalat további hosszú távú működését is. Úgy gondolom, hogy ez a stratégiai partnerségi megállapodás egy nagyon-nagyon jó alapot nyújt ahhoz, hogy az Alcoa a jövőben is a magyar gazdaság fontos láncszeme legyen. Én ezen a ponton szeretném az Alcoa vezetése, az Alcoa Köfém Kft. Vezetése nevében megköszönni a magyar kormánynak, miniszterelnök úrnak, hogy ez a megállapodás létrejöhetett. Több nagy a magyar gazdaságban speciális szerepet betöltő céggel kíván hosszú távú stratégiai partnerségi megállapodást kötni a kormány, olyan vállalatokkal, melyek fontos szerepet töltenek be a hazai gazdasági életben. Nagy sikertörténet szerintem, emberi sikertörténet is ilyen szempontból az Alcoa Köfém története. A multikkal szemben bizalmatlanok az emberek, mondta a kormányfő. Azonban úgy véli, azokkal a cégekkel, akik nyereségüket a magyar gazdaság fellendülése érdekében visszaforgatják, partnerségre kell lépni. Ez egy olyan multi befektetés, amely jól és a kölcsönös előnyök alapján illeszkedik a magyar nemzetgazdaságba, tehát minden magyarnak érdeke, hogy az Alcoa, mint amerikai befektetés magyar irányítással továbbra is sikeres legyen Magyarországon. Ez nem csak a fehérváriaknak fontos, nem csak az ott dolgozóknak fontos, ez minden magyar embernek fontos, aki a magyar gazdaságban akar megélni. A megállapodás aláírásakor jelen volt Székesfehérvár polgármestere is. Cserpalkovics András szerint ez a szerződés hatalmas elismerést jelent. A mai megállapodással az Alcoa jelezte, hogy igen, versenyképes a város is és a magyar gazdaság is. Emellett a kormányzat azt is jelezte ezzel a megállapodással meggyőződésem szerint, hogy pontosan tudja mindenki, hogy a magyar gazdaság egy erős székesfehérvári gazdasággal növekedhet csak. Október elején jelent meg az a kormányhatározat, amely felhatalmazta Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a kabinet nevében stratégiai megállapodást írjon alá. Ez már a harmadik stratégiai egyezmény a kabinet és a nagyvállalatok között. Az elsőt a Coca-Cola-val kötötte a kormány, a másodikat pedig múlt pénteken a Richter Gedeonnal.